Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora, mestere, spiritista, ezoterikus tanár vagyok, masszás tanár vagyok, valamint csontkövás tanár, és természetgyógyász vagyok. Ugye mindig szoktam a műsor elején valamiről beszélni, most ugye a stresszről szeretnék beszélni, a stresszről, a félelemről és a szorongásról, hogy az mit csinál a testünkben, milyen problémát okoz, és miért kéne elméletileg óvakodnunk a törpétől is mondjuk. Van egy mondás, hogy a nyugalom a hosszú élet titka, de ez a mondás nem halandó emberekre ránk vonatkozik, hanem arra az emberre, aki 50 birkával Erdélybe vagy valahol fölmegy a hegyekbe, ahol nincsen rádió, telefon, tévé, és csak magába van meg a birka, meg a kutyák, és nincs mi őt idegesítse, nincs mi stresszt okozon a testébe. Mert a napi életben ugye folyamatosan, állandóan csak stressz ér minket, folyamatosan megállás nélkül. Már egy gyermek, amikor megszületik, az édesanyjának nem volt szerencséje abban az időszakában, amikor őt a hasába hordta, magzatot a hasába hordta, akkor is ugye előfordult, hogy úgy születik meg a gyermek, hogy stresszesen születik meg. Ezek az emberek lesznek a gyerekekből a hiperaktív gyerekek, mert az idegrendszerük túlműködik, néhány ezek közül elviselhetetlen módon viselkedik. Szoktak járni ilyen kezelésre hozzám, ilyenkor, és bizony, hát hogy mondjam, megülni egyáltalán nem tudnak, annyira feszült az idegrendszerük. Sokszor ott követem a helységbe, így jobbra-balra megyek a tekintetemmel, mert ott leföl megy a helységbe, szobába, nem tud megülni. Persze nyilvánvaló, hogy stressz levétellel és egyéb dolgokkal sokat lehet javítani ezeken a problémákon. A stressz mindenért felel. Úgy képzeljék el a testet, hogy mint egy pohár, és ahogy kapjuk a stresszt, az mindig telik, 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 és egyszer csak megtelik, és utána kiömlik a dolog, ugye, és kész, vége. Mi történik ilyenkor? A stressz azt csinálja, ugye félelem, szorongás és egyéb dolgok, és a féltékenység is, ugye, ami nagyon nagy probléma, azt csinálja a testünkben, hogy az immunrendszerünket leblokkolja, és az immunrendszer miért felelős? Azért felelős, hogy működteti a testet, védelmet ad, és működteti a testet. És ha immunrendszer le van blokkolva a stressz által, akkor nem tudja a testünket működtetni, ezért valami problémák jönnek elő betegség formájába. Ez lehet idegrendszeri jellegű, de fizikális probléma, és ugyanúgy vele járó dolog, szervi problémák, főleg a keringési problémák, egyébként a cukortól kezdve a legkülönbözőbb problémák, a cukorért is jelentős mértékben a stressz felel, a vérnyomás problémája, ami, és az érrendszerén, ami népi betegség az érrendszer, a szív problémákért kőkeményen a stressz felel. És ami a stresszt nem tudjuk kiszedni a testből, akkor bizony hosszú távon nyilván egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet. Ugye elég nagy tapasztalatom van nekem ebből kifolyólag. Körülbelül több mint 70 ezer kezelést hajtottam végre az életemben. És ugye mindig szoktam megfigyeléseket csinálni, és ismerem is persze nyilván, akik járnak hozzám kezelésre, van, aki többször ugye jár, és van olyan, hogyha 3 hónap kimaradt mondjuk a kezelésből, mert szoktam mondani azt, hogyha nagyon jó állapotban van, akkor nem érdemes már gyakran jönni, mit tudom, havonta egyszer nem érdemes jönni, jöjjön, mit tudom, 3 hónap múlva. És jön 3 hónap múlva, és látom, hogy 50%-ra elromlott az állapota. Na, akkor megkérdezem, tessék mondani Mariska néni, vagy Pista bácsi, mi történt ezzel a 3 hónap alatt? És sorolja, hogy a veje, a menye, a sógora, az unoka, és etc., etc., mit csináltak, hogy csináltak, milyenek voltak vele, mi történt vele, és mi történik. Az egész testét tönkre teszi, 3 hónap alatt képes 50%-kal lerombolni a testet az a stressz,
amit ő kapott, mert az immunrendszernek a működését leblokkolja. Hiába szedjük azt a sok bigyuszt, amit szedünk. Ilyen immunerősítő, olyan immunerősítő csak részben hat. Nem teljesen, részben nem tudja kifejteni teljes mértékben a hatását, mert a stressz az immunrendszert leblokkolta, és ezért nem működik a vérkeringés, ezért nem működnek a szerveink jól, de nyirokkeringéstől kezdve a visszérkeringésig sorolhatnán nem tud aludni az illető, és egyéb dolgokat ugye létrehoz a testbe, folyamatosan leblokkolja a testünket, és nem engedi működni, sőt, tulajdonképpen az állandó stressz halált is okoz. Nyilván úgy, hogy olyan betegségeket csinál a testbe, ami halálunkhoz vezethet, bárkinek halálhoz vezetne. Például vannak sportolók, akik, most is néztem a teniszt, ugye a Djokovic ugye a Murrayvel csatázott, és a Djokovic egy nagyon értelmes ember, és a Murraynek, és nem egyszer néztem, az idegrendszere túlműködik 250-300%-osan, és a hosszú távra elnyúlik a meccs, és tudja jól a Djokovic, ha ő már, mit tudom, egy másik órát játszik vele, előbb-utóbb a Murray sokat fog rontani a játékában, addig jó tartja vele a dolgokat, esetleg még partiba is van, de előbb-utóbb gondok vannak. Most is ez volt, néztem a meccset, most is egész jól játszott sokáig, sőt, még talán még jobban is, mint a másik, de annak volt annyi esze, hogy jó elhúzza az időt, mert azt történik, ha idegrendszer túlműködés van, az az ember nem tud hosszú távon koncentrálni. Ugye mi történik? A gyerek az iskolában azt nem tud felelni, azt mondják, hogy leblokkolt az agya. Hiába tanult, leblokkolt az agya. A stressz csinálta, mert idegesebb típus vagy, az életben többet kapott, vagy már az anyukája hasába, vagy bárhol, megkapta a dolgokat, oda megy felelni, hiába tanult, kész, leblokkolt az agya. A stressz. Ugyanez van ebben a sporteseményben. Hát én hiába akarok a sportolóknak segíteni, nem fogják elhinni, 80-90%-ot tudnék segíteni, hiába beszélek. Inkább ilyenek, akkor is hülye vagyok, akkor is vezetőkre gondoltam, akkor se kell a segítség. Hát nem. Nem tudok mit csinálni, nem tudják felfogni, hogy a stressz mennyi bajt csinál a sportolóknak, nem csak a mentális problémán, hanem a fizikai testre teljes mértékben visszaad erőlétileg, fizikailag. Van olyan sportoló, aki a stresszből kifolyólag nem tudja kiadni magából azt a teljesítményt, amit ő edzéssel megteremtett magának, mert a stressz lefárasztja, leblokkolja a testét. Mindig kitérek a sportokra, nem volt célom most se, mert úgyis hiába beszélek, farahány borsó, bedugják a fejüket izébe, nem baj, a rosszabbul szerepelnek, de ezoterikus emberrel akkor sem. Csak ugye azt nem értem, hogy az intelligensebb helyeken, nem tudok másképpen fogalmazni, Nyugat-Európában, Németországban, Angliában, Franciaországban vannak olyan kórházak, ahol mind a kettő van. Ezoterikus ember és orvos is. Nyilvánvaló, ha két oldalról menne, a kezelés sokkal hatékonyabb lenne. Magyarországon egy sincsen. Nem tudom, most próbálkozom a szemesi polgármester úrral, jó viszonyban vagyok, és ott minden igaz épül valami kórház, és beszéltem, hogy nem lehetne ott megvalósítani, nem tudom, hogy lehet-e. Elég jó viszonyban vagyunk már sok éve. A Takács Józsival, mármint barátom, azért beszélek így róla, és ugye volt róla szó, hogy esetleg ott meg lehetne próbálni ezt, mert valószínűleg sok külföldi fog oda járni. A külföldieknek az intelligencia szinte Nyugat-Európában sokkal magasabb szinten van ilyen téren. El tudják fogadni a dolgokat. Ugye az a baj Magyarországon az emberekkel, hogy meg se próbálták, de elutasítják. Hány embernek meg tudnám menteni a lábát? Nem mindenkinek, ilyet nem mondhatok. Hány embernek az érszükületből? Nem. Akkor se jön. Inkább levágatja a lábát, és nyomorék lesz. Ha nem bírja a szervezet, akkor bele is hal. És miért van az érszükület? Kimondottan stresszből van. Azzal, hogyha én csak a stressz kezdem gyógyítani a testben, vagyis kezelni,
Már az érrendszer elkezd jól működni, képzeljék el. Nem is kell törődnem az érrendszerrel kezelésileg, ugyan lehetne, mert vannak módszereim rá, nyilvánvaló. Nem tudom, szokták-e nézni a műsort, amikor kezelést csinálok valakim. Mi történik? Szinte nem csinálok mást az agyamba, csak a stresszt szüntetem meg a testében. Ezek saját módszerek, mások nem ismerik. Hiába beszélnek mások a stresszről, milyen ártalmas, de meg kell oldani. Ezt nem csak spirituálisan lehet megoldani, ezzel a kis koponyával, ami itt van, hogy ki tudjam venni a stresszt. Eljön valaki hozzám kezelésre, és csinálom a stresszlevételt, és mi történik? Lám, a 20%-os vérkeringésből 120%-os lett. Pedig nem is foglalkoztam külön az érrendszerrel. A szervei 100%-osan működnek. Az immunrendszere sokszorosára megemelkedik a működésre, mert fölszabadult az immunrendszer, és elkezd dolgozni, és az immunrendszer sokkal nagyobb teljesítménye kezd dolgozni, mint 100%, mert igyekszik bepótolni azt, ami idáig nem történt meg a testben. És ugye mindig beszélek róla, mások is elkezdtek utánozni, és beszélnek a stresszről, csak nem tudják megoldani ezt a problémát. Én ugye egy olyan fajta ember vagyok, hogy állandóan töprengek. Állandóan. És amikor a családom szól hozzám, mindig gondolkozom, rajtam rögnek, azt se tudom, mit kérdeznek sokszor tőlem, mert mindig töprengek, állandóan töprengek. Már röhögnek, mit kérdeztem, kérdezik. Hát, hogy ki a fene, mit kérdeztél, mondom. Hát, kit érdekel, mit kérdeztél? Az érdekel engem, hogy milyen okosságot tudok esetleg előhozni az emberi társadalom érdekében. Csak nem használják ki az emberi társadalom ezeket a lehetőséget, de a gyógyszereket igen. Hát elolvassuk, milyen mellékhatása van, akkor lesünk, mint pékkutyája meleg zsemlére, nyilvánvaló, de nyilván, amit én csinálok azoknak, nincsen mellékhatása ezeknek a dolgoknak. Szóval a lényeg az, hogy sokat beszélünk róla, sokan beszélnek róla, és csak beszélnek, de megoldás nincsen. Mi történik még az immunrendszeren kívül? Például elkezdődik, valakinek meghala egy férfi embernek a gyereke. És mi történik akkor? Utána a férfi ember akkora stresszbe kerül, olyan negatív lelki állapotba kerül, olyan bánatba, olyan szomorúságba kerül, hogy rákot okoz neki, hererákot. Most, ha ő nem tudja egy idő múlva ezt feldolgozni, akkor hererákja lesz, talán meg is hal. De ha fel tudja dolgozni, ami magunktól ritkán sikerül, de van, akinek sikerül, nyilvánvaló, az képzeljék el, az elkezdődött rák visszacsinálódik. Öngyógyulás jön létre. Ha a stresszt ki lehet venni a testből, pedig ki lehet, persze nem egyformán hat mindenkire a kezelés, ezt előre el kell mondanom, és az orvosi kezelés nem helyettesíti, amiről én beszélek, mindenkire másképp hat, nyilvánvaló, és nem egyformán. És mindegy, lényege az, hogy másképp hat, nem egyformán, és az orvosi kezelés nem helyettesíti. Mert más az is, meg más ez is. Itt nincsen gyógyszer, itt nincsenek mellékhatások, de gondolatunkkal az agyba meg tudjuk oldani, hogy ami nem jól működik, az jól működjön. Amikor járnak hozzám tanfolyamra, pillanatok alatt megtanítom nekik, hogy kell a gondolatunkkal a másik ember testébe valamit végrehajtani. Nem ördöngösség, semmi nagy dolog nincsen benne. Simán meg lehet tanulni és lehet csinálni. Azt hiszik az emberek különböző helyen, hogy hú, neked biztos hülyát, ilyen nincsen. De van. Bizonyíthatóan van. És mi bizonyítja? Ha valakinek van egy nagyon nagy betegsége, mondjuk daganat valahol, vagy mióma, vagy tiszta, vagy valami, és jön, úgy jön, már tudja, mit tudom, a tiszta 4 centis. Elkezdem a stresszt kezelni, nem mást, a stresszt, visszamegy 3-4 alkalom vagy 5 alkalom után, megnézheti még ezt az ultrahangra, van, hogy nincsen, vagy alig van. És nem másra foglalkoztam, a stresszel.
elsősorban azzal a stressz. Félelem, szorongás, féltékenység, stb. Persze meg kell oldani az átkot, rontást, a démonok levételét, ezek mind alap dolgok benne vannak, a szellemlevétel, ezeket mind meg kell oldani. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy az átok mennyi bajt csinál az ember testébe. El nem tudják képzelni. Én jártam már pórul, megmondom őszintén, kezdőkoromban. Olyan beteg voltam. Ilyen 3-4 Erdélyből származó tanítványom volt, igen, lebarnult emberek voltak, és azt csinálták, hogy a tanulókat levették pénzzel. Azt mondták, hogy én mindenhez értek, nagyon klassz gyerek vagyok, nem férfiak voltak, hölgyek voltak egyébként, és elvettek tőlük 10.000 forintot, és nem csináltak semmit sem. És a fülembe jutott ez a dolog, 5-10 percet beszélgettek, 10.000 forint. És fülembe jutott, és akkor elkezdtem erről beszélni, nem úgy, hogy Karcsi test csináltad, Luisa test csináltad, vagy valami, hanem általánosságban beszéltem róla, hogy ilyet nem csinálunk. Mi történt velem? Egy héten belül olyan Orbáncom volt, azóta volt Orbáncom, és az nem volt olyan kemény, hogy a hőmérőn, a lázam kiakadt a hőmérő, úgy képzeljék el, így remegtem, nem ilyen aranyosan picikéket, így remegtem, a szívem már fájt tőle, már nem voltam jól, orvos kihívtuk, persze, hogy nem jött ki éjszaka az orvos, másnap délután kijött, nyilván addig már úgy fájt a szívem, hogy nem igaz a magas láztól, meg a remegéstől, ami volt. Utána meg olyan gerinc fájdalmaim voltak, hogy semmi nem használt. Négy kézláb mentem. Semmi. Ezt mind átokkal csinálták, összefogtak és egyszerre. Hát semmi. Itt is van olyan, hogy előfordul, összefognak, hogy ne tudjak beszélni, a torkomra küldik a negatív energiát. Nem egyszer előfordult már. Nem kétszer. És akkor mindig nem tudják az emberek, itt lent csinálom a levédéseket, ugye a kezemmel, és vagy iszom közel vizet is, hogy akkor könnyít valamit. Egyszer volt olyan eset, hogy egy nagyon kedves hallgató, meg is ismertem, egy nagyon kedves hölgy, segített nekem, utána levédett. Segített. Nagyon, meg is köszöntem neki, nagyon aranyos volt, nagyon jól esett, ritkán fordul elő ilyen, de van, ugye. De mindig vannak persze rossz emberek, ugye ezért kell tudni levédeni magunkat, de van, hogy nem védem le magam, van, hogy elfelejtem, vagy mit tudom én, nem veszem komolyan a dolgokat, de ilyen történik. Szóval avval kezdtem ugye a mostani eladásomat, hogy a stressz katasztrófát csinál a testbe. Akkor, amikor az orvos azt mondja a rákos betegnek, hölgyem, maga egy hónap múlva meg fog halni. Mit csináltunk? A stressz okozta a bajt, és miért nagyobb stressz csinálta? Ha nem tudja, akkor lehet, hogy nem egy hónap múlva hal meg, hanem 5 hónap múlva hal meg. Azon még a hozzátartozónak elmondhatja, hogy esetleg a öröklődés egyéb szempontból, mit tudom, csináljanak ezt, meg azt, meg amazt. Büszke rá, hogy elmondja, hogy egy hónap múlva meg fog halni. Mi lesz a kedves pacienssel? Bele szugerálja magába, hogy ő egy hónap múlva meg fog halni, akkor is meg fog halni, ha nem halna meg egy hónap múlva, hiszen a doktor úr azt mondta neki, hogy meg kell egy hónap múlva halni, és beprogramozta az agyába, hogy meg fog halni, és meg fog. A legkisebb lehetőséget csak kapja, hogy esetleg jó Isten vagy valami segítségével ő állapota jó legyen. Nem kapja meg, hiszen akkora plusz terhet, stresszt tesznek rá, hogy lehetetlenség. És büszkék rá, ismerek olyan orvost, aki büszkén mondta nekem, jó pár éve beszéltem vele, ő bezzeg megmondja neki, hogy meg fog ekkor és ekkor halni. Én erre nem mennék büszke, megmondom őszintén. Hát lehet, hogy ennyi elég volt, amit akartam erről a stresszről beszélni. Remélem, hogy megértettek engem. Ezért nekem a kezeléseknél az első helyen van egyébként. Hamarosan előadásokat fogok tartani hétköznap este 6-tól 8 óráig, 5 gombot fagyi árán körülbelül, ami abból fog állni, hogy valamilyen témakörről előadást tartok.
például a legközelebbi a stressz lesz, utána mindenkitről leveszem az átkot szellemet, mindenkit levédek egy bizonyos időre, egy 25-30 perces olyan jellegű kezelést adok, ami rövid távra szól, ami a stressz leveszi, ezen két órán belül, és meditáció is van benne. Ez hetente egyszer lesz az esti 6-8 óráig az esti órákban, a közeljövőben elkezdődik. Minden alkalommal más témakör lesz az előadásban, de biztos vagyok benne, és nem biztos tudom jól, hogy a stressz a nagyon nagy hangsúlyt fog az első alkalommal, arról fogok beszélni, talán lehet, hogy még a második alkalommal is, mert van utána például fogok beszélni, miért maradnak itt a szellemek, miért nem mennek el helyükre, milyen bajt okoznak a testbe, akkor angyalokkal kapcsolatosan is lesznek témakörök, például van ugye a szimbólumokkal való kezelés is, melyik szimbólum mit csinál az ember testében, hogy lehet vele kezelni embereket, például a színterápia, nem fogják elhinni. A színeknek hatalmas jelentősége van kezelési szempontból is, és pszichés szempontból is. A fekete, minél sötétebb szín, annál rosszabb. Minél sötétebb szín. Az auránknak, az energiaburkunknak a 70%-át képes elvenni. Nem mindegy például, hogy milyen színű fehér neműt hordunk. Benne van egy, hogy fehér nemű, azt jelenti, annak fehérnek kéne lenni. De van például, aki pirosat hord, meg feketét, ami gyulladást csinál azon a részen, ahol van, ugye, nyilvánvaló. És a fekete meg leveszi az energia 70%-át, nem tud kifelé ragyogni. Ha én elmegyek tárgyalni valakivel, és a fekete pulóverben lennék, higgyék el, eredménytelen volna. Rajtam még senki nem látott fekete vagy sötét ruhát, látják, most szép világos színű. Múltkor világos zöld volt, a máskor piros jellegű szín volt, a máskor meg rózsaszín jellegű. Mindig világos színű pasztel színeket, mert azt tudom, hogy hat az emberek pszichére, aki a túloldalon van, aki nézi, kisugárzást lehet adni belülről, az én kisugárzásomat, amit én akarok önöknek eladásban, jobban átmegy, sokkal, és ugye az autóban se oké a dolog. Sajnos nekem sötét szürke autóm van, mert ugye használt autó 8 éves, ugye nem tudtam olyat venni, amilyet szerettem volna, használtan nem tud az ember válogatni. A fehér szín a legjobb abban, mert benne van minden szín egyébként, a fehér szín a legjobb. Volt, amikor volt fehér autóm, szerencsém volt, ugye, de nekem annyi pénzem nincsen, hogy új autót tudjak venni. Ugyan az interneten, meg a Facebookon olyanokat írtak, hogy 250 millió forintom van, 5 millió nincsen, nem hogy 250 millió. Tudják, a rendelőben nálam minden 100%-osan hivatalos. A tanfolyamoknál minden 100%-os hivatalos, és tudják, akkor sokkal kevesebb marad, mintha alapítvány lenne, vagy bármi. Nem, ez rendesen cég, ilyen nincsen, embereket fizetek, utána fizetem, amit kell, rezsiket fizetek, sorolhatnám, mi minden költsége van. Nem azt mondom, hogy nem marad semmi, de közel sem olyan szinten, mint gondolnák az emberek, ugye. Ja, nem a sírás helye volt, csak valahogy kijött belőlem is, elnézést kérek mindenkitől. Én azt hiszem, hogy kb. Ennyit mondtam, ugye felhívtam a figyelmüket, hogy ugye hétköznaponként este 6-8-ig lesz eladás, előadás, meditációval, stresszlevétellel, átok, rontáslevétellel, szellemlevétellel és levédéssel. Várom az érdeklődésüket, és ez mindig 6-8 óráig lesz. Hát köszönöm szépen, most megkérem a kedves kollega urat, hogy a telefonszámot jelenítse meg önök előtt, hogy tudjanak engem hívni telefonom. Na, leittam magam. Ugye nem vagyok valami iszákos ember majdnem, hogy antialkoholista vagyok. Na, úgy tudom, hogy van telefonáló, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok!
szeretnék egy állapotfelmérést kérni. Engem Tihanyi Tamásnak hívnak, hogy szólíthatom magát, kedves hölgyem? Éva vagyok. Évácska. És kedves Éva, mondja nekem, ön Budapesten vagy vidéken lakik? Budapesten. Nagyon jó. Ismerem magát? Beszéltünk már? Pár évvel ezelőtt. Itt ebbe a tévébe vagy máshol? Ebbe a tévébe, igen. Jó, kedves hölgyem, köszönöm szépen, akkor indul a limbointó. Menézem, van-e szellem magám? Nagyon köszönöm. Van-e átok? Van mindegyik, kedves, majd le fogom ezeket venni. Központ idegrendszere, 10, fáradt szokott lenni, ugye Éva? Hát, időnként. Én tudom, hogy fáradt szokott lenni. Igen, igen. Mert ebből az egy adatból tudom, hogy a békarottyantó alatt tetszik lenni. Ezt nem rosszból mondom, hogy már én is kaptam már ugye rossz hallást, hogy hogy mondhatod ki ilyet, hogy békarottyantó alatt. Hát, ezt én szeretetből mondom attól mindig. Attól, hogy teknő se vagy, csak sima. Hát teknő is talán. Jó. Imádom magát, drága. Ez az, ez így kell. Így kell viccelődni, kell mernék én otthon így viccelni. Sorokba állítanának. Na, immunrendszere 5%-on működik a fejébe, 10-20-25%-nyi vér megy. A lábujjakba 10-20-25. Csinálom a kezelést, és elmondom mindenkinek, nagyrészt, amit csinálok, nagyrészt stresszlevételből áll. Nem csak abból stressz, és utána megmérjük, hogy milyen állapotban van. Becsukja a kis szemét, ölébe teszi a mancsocskáját fölfelé, talppal a lábát leteszi, nem baj, sőt, nagyon jó lenne a cipőjét levenni, és úgy tenni... A cipő a lábamon. Akkor... Szerettem a mezét lábot, hát akkor meg, akkor az oknit, csak vicceltem, nem kell. Az okni sincs. Gratulálok, jó van, akkor koncentrálok magára, jó? Olyan vagyok, mint amikor világra jöttem. Hát jó teszi, kedve, jó teszi. Na, akkor csinálom szívem, jó? Figyeljen magára, jó? Köszönöm szépen. Kérem.
Na, hölgyem? Hát nagyon melegem lett, és zsibbad mindenem. Na, látja. Na, látja. Na érzi. Ugye, így fogalmazok. Megvizsgálom, mit értem el, és mondom, hogy nagy részt stresszlevételből állt, nem csak abból, nagy részt. Persze ez szorongás, tudja, egyéb tudja, szóval mi ezzel kapcsolatos. Na, megnézem, hogy a szellemet átkot levettem, nincs mit nézni. A központ idegrendszere 50, 60, 70, 80, 90, 100 és egy picike, és 10%-on volt. Mennyi vér megy a fejébe? 80, 90, 100, 110, 120, 130, mit mondtam? Azonnal a keringési rend, azért érez meleget meg bizsergést. A forró a fejem. Mert beindult a keringés, mint a 7 centség, úgy beindult a keringés. Akkor megnézem a lábujjaknál mennyi a keringés, és nem hajlandók az emberek eljönni érszükleti problémával. Képzelj el, nem. Amikor pillanatok alatt fel lehet pezsíteni a dolgokat. Lábujjaknál a vérkeringés, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Majd vissza fog menni a 100 környékére. Az immunrendszere 50, 100, 150%-on működik, a 5 vagy 10%-os volt, nem is tudom. Úgyhogy 5, és most dolgozik a teste 1000-rel, ezt érzi, hogy melege van, meg bizsergik, bizsereg mindenre. Csak tudja, ez egy rövid kezelés, igen. Nem olyan, mint másképp. Most nem akarom, mert a reklámhelye lenne, tudja aztán. Értem, még egy kérésem lehetne, hogy a fekhelyemet megnézze, hogy... Nincs maga alatt semmi? Sem. Ezzel kapcsolatban? Nincsen semmi. Van nekem egy szimbólumom, egy saját ezém, tudja. Na most nem jó helyen fekszik, körülbelül a vállától lefelé, keresztvizérbe olyan térdig, tudja? És hosszában nem látok semmit se. De hát maga mellett baloldat, a hanyat fekszik baloldat, van maga mellett valaki? Nem, ott is én vagyok. Akkor jó. Mármint az energia mezeje ott van maga mellett. Jó van, értem. Na, nem jó helyen tetszik feküdni, ugye keresztvizérben a vállától kb. A térdéig. Úgyhogy, mit akart még mondani, kedves Éva? Hát, hallgattam azzal együtt, ha úgy már jobban fogok tudni menni, azért most már jó idők vannak, elmegyek egy-két kezelésre. Nem beszélünk róla, mert reklám. De egy ilyen szimbólium is érdekel. Oké, köszönöm, drága szívem, nagyon köszönöm az érdeklődést. Viszont hallásra. Csókolom a kezét, puszilom, minden jót kívánok. Na, látják feleim szintükkel, ugye, mi történt vele pillanatok alatt azáltal, hogy nagy részt, nem teljesen, nagy részt a stresszel foglalkoztam, elengedett az immunrendszere, a stressz elengedte a testét, és elkezdett dolgozni. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Háló, jó estét kívánok, hát meglepődtem, hogy bekerültem. Na, hát meglepett, és van egy vicc is erről, elmeséljem azt a viccet? Lehet, mert bírom a humorát. Elmesélem, jó? Megy igen. Haza egy bácsi, és ugye paraszt emberekről van szó, és rohan a srác az apjához, képzede, a bika mindig a tarkát hágja, azt mondja neki az apja. Fiacskám, hát miről beszélsz? Hogy beszélsz én csúnyán? Talán mondd azt, hogy meglepetés érte. Na, megy haza apja, másnap rohan a gyerek, apa, képzeld el, meglepetés érte a fehér tejenet, a büka megint a tarkát hágta. Na, röhögjön már, az Isten fáját. De annyira meglepődte, hogy nem is tudtam nagyon figyelni, elnézést kérek. János vagyok, Pécsről egyébként. Honnan? Doktor úr. Honnan hívott? Pécsről. Hol lakik Pécset? Kertváros. Kert maga is? A lakótelepen vagy a régi kertvárosban? A lakótelepen. Gondoltam. Ott van egy jó barátom, a Visegrádi Péter barátom. Tudja, én is pécsi vagyok, azt tudja. Igen, hallottam. És büszke már, vagyok rá. Minden évben megyek, oda is temettem anyukámat is el. Nem ott lakott persze, arra temettem el.
És minden évben megyek persze Pécsre. Na, hallgatom a gondjait, uram. Na most, doktor ura, hát pont, hogy az anyukát mondja, hát én nálam pont az volt, hogy egy évi depressziós voltam, mely félig miattam halt meg. Elmentem műtétre, és akkor belettéve egy helyre, és ott egy hét alatt elintézték. Úgyhogy csak azért ezt megjegyzem. Szóval a lényeg az, hogy amit a legjobban szeretnék kérni, az ez az átkok meg a szellemet levétel. Persze, ugyan? Világos, világos. Egyébként van egy ember, egy pécsi orvos, Csókás Tamásnak hívják, aki mindenhol ellenem szórakozik. Mindenhol írogat, ide is írt, még a tévébe is. Pécsi? Pécsi, Csókásnak hívják Tamás, egy orvos. Nem ismerem. Ide is, képzel, hogy rúgjanak ki innen, meg minden, érti? Szóval ide is, mert nem rúgtak ki. Itt vagyok már 6 évet, tudja. Na, hát én drukkolok, mert köszönöm. Ilyen emberekre szükségünk lenne. Hát igen, csak a természetes dolgot nem akarják, csak azt, ha gyógyszerekkel történik valamit, tudja. Igen, ismerjük, hát nagyobb üzlet állítólag, mint a fegyverkezés. Úgyhogy... A legjobb üzletállító, mert az olajnál is nagyobb üzlet állítólag. Igen. Na, akkor hát én is szedek egy csomó gyógyszert. Gondolom. Hány éves tetszik lenni? 64. Hát még fiatal, gondolom nyugdíjas már akkor, ugye? Igen, igen, hát ilyen nyugdíjas. 2 éve vagy mennyi ideje? Három éve. 3 éve nyugdíjas. Na, kezdjük akkor a szellentéssel, a szellemmel. Na, hány szellem van magám? Van szellem, hány darab? 1, 2 is van. Hol járkál maga? Kocsmába vagy hol? Mert ott elég sok van a kocsmában. Hát én érzem, hogy mintha rám lennének akaszkodva ilyen szellemek, úgyhogy... Ott a hátán dagonyáznak, tudja? Igen. Van az a mondás, hogy pup van a háton, az azt jelenti, tudja, hogy a hátán van az embernek. Na, átok is van, majd le fogom venni. Na, akkor a központ idegrendszerre 10. Maga is fáradt. Biztos vagyok benne, hogy fáradt. Így van? Hát igen, nem vagyok 100%-os. Hát senki sem mondta. Megnézem, mennyi vért kap a feje százalékba. 10, 20, 25. Lábújjak 10, 20, 25. Immunrendszere 5, 10. Ó, 10 már, gratulálok. A gyomra 10, 20, 30%-kal. Vékonybél 10, 20. Vastag 10, 20. Ólyak 10. Petefészek nincs. Prostata van, nem vették ki? Nem. 10%-on, vese 10, azért, mert ritkán, de előfordul ilyen, érti, mit mondok, szóval. Na, igen. Most akkor indul a limbóintó. Megkérem, kedves uram, hogy vegye le a cipőt, tegye a talpát a földre. Igen. És becsukja a szemét, lazuljon és belülről figyeljen magát, jó? Igen. És akkor indul a dolog. Köszönöm. Kérem.
Na, kedves uram, hogy van? Hát, köszönöm. Ilyen megkönnyebbülésszerű érzés van. Egyet így sóhajtottam, ilyen hallottam. Szabadul a sóhaj. Mert nyugalmat hoz, igen. És a lábszáromba érzek, két lábszáromba érzek ilyen kis vizsergésszerű. Mert a vérkeringés megy, igen. Na, megnézzük, mibe sántikál, jó? Igen. Most az okniba, na akkor, központ idegrendszere 50, 60, 70, 80, 90, 100. Na akkor a gyomra 50, 60, 70, 80, 90, 100. Prostata 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vese 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mindent nem nézek, mert csak körülbelül. Igen. Mennyi vér megy a fejébe? 90, 100, 110, 120, 130. A lábujjakból 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Immunrendszere 100, 150. Ennyit, pár perc alatt ennyi történt a testébe, de mondtam, ez csak rövid ideig tart ez, nem úgy van, mint az ember a rendelőbe csinálja, szóval egyáltalán töredéke csak a dolognak, tudja. Hát, ha lenne lehetőségem, akkor eljönnék magam, vinném a nejemet is, az meg cukros. Hmm. Úgyhogy, hát nem tudom, talán egyszer sor kerül rá. Ja, nem azért mondtam, tudja, csak hogy az állapotát elmondtam, hogy igen, mi van, igen. Hogy van. Nagyon szépen ma nyáron, akkor megyek. Remélem, a szellemektől megszabadultam. Egyelőre majd jön másik helyett. Ez nem úgy van, hogy egyet elküldünk, jön másik, tudja? Meg az átkot is letetszett vele. Persze, persze. Hát ott van a temető mellett, ugye Kertváros, elmegy a busszal, és már hoppá, ott van. Én amikor megyek le, ugye mindig egy évben egyszer megyek a temetőbe, ugye pécsi temetőbe, én mindig azt csinálom, hogy mielőtt belépek a temetőbe, az összes szellemet elküldöm föl a helyére. Én nem bírom, látom, tudja, a szellemeket, nem bírom. Nem bírom azt nézni, mit tudom, látok egyszerre 100 sírt, abból 40-ből látom, hogy a sír környékén 4-5 szellem áll, mint a zsugáznának, érti? Vagy beszélgetnének, és nem bírom látni. És azt csinál, persze a helyük ott van fönt, érti, a köztes térben van a helyük. Mielőtt bemegyek, nem a főbejáratot szoktam menni, hanem az áruház felül, alulról, tudja. Ott szoktam bemenni, aránylag az közel van a sír, és akkor már küldöm is el. Igen, én is tudnák erről mondani, úgyhogy ez nem hülyeség, meg akik ezzel ellen vannak, azoknak azt tudom mondani, hogy ez létezik. Én nekem is volt ilyen tapasztalatom, de hát ezt most nem akarom elmondani, mert mások is részesülnek az ön tudományából. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, kedves uram, vigyázzon magára, minden jót kívánok. Köszönöm. Minden jót. Nagyon örülök mindig, hogyha földimmel beszélem. Ott volt olyan tanárom, amikor gimnáziumban jártam, akkor Komarov gimnáziumnak hívták, akkor országos bajnok voltam már akkor is birkózásban, hogy hiába voltam országos bajnok, hármas kaptam tornából, mert nem tudtam jól magasugrani, meg távolugrani. Hát hogy tudtam volna, kötött izomzatom volt, ugye? És ugye csak dicsőséget hoztam a városra, és ugye meg az iskolára is. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, parancsoljon. Kívánok, Eszter vagyok. Eszter. Tihanyi úr, legyen a kedves, mondja meg nekem. Nekem mindig estére nagyon fáj a pupoma itt a nyakcsigolyánál hátul, meg a karjém, és mindig éjszaka nagyon fáj. És akarom itt a váltól könnyékig. Hogy lehet ezen segíteni, vagy esetleg szellemet ülnek rajta? Hát nézd, a szellem nem ekkora problémát okoz, a szellem. Nem, a nyakból erednek ezek a problémák, tudja, a nyaki meszesedésből. Ezen lehet változtatni, igen. Igen? Lehet, hogyne, lehet változtatni rajta. Persze, hát ugye, mivel én csontkovács is vagyok, ugye mindenkit meg szoktam csontkovácsolni is, de nem szokott fájni, én úgy csinálom, vagy nem fáj. Sem tud fájni. Ki kell mozgatni a nyakat, és a meszesedések letörnek, és akkor csökken a fájdalom. Persze még más, amit még csinálni kell, a háton ugye van a lapockánk, igen. És a belső oldalon lerakódások vannak, ilyen stressz csomók meg minden, amik ott vannak, azt ki kell masszírozni még, tudja, azt a részt. Igen. Hát és akkor ez...
barátnőm csinálni, csak hát én magamnak nem érek oda. Hát és meg nem úgy van. És pakolást szoktam tenni meg. Pakolatja, hova akarja, drágám, nem azt kell azt csinálni, drágám. Kajakra hátra kell feszíteni a kezét, így hátra, igen? És be kell nyúlni alá. És igen, az embernek az ujjával, de nem, hogy simogatom, azt nem lehet simogatni. Az nem úgy van. Kajakra meg kell csinálni szépen, ki kell a csomókat masszírozni onnan. Szokott az fájni, nem mondom, hogy nem, de legtöbbször utána sokkal jobb állapotban vannak. Meleg vízben ne fürödjön, mert a meleg víz az a gyulladás növelő hatású, azt tudja bizonyára. Az nem tetszik neki, pedig olyan jól esik, mikor fürdöm. Az igaz, az úgy van, jól esik, csak utána rosszabb, tudja, később. Jó, ezt akkor csak úgy lehet, hogyha önhöz elmegyek. Hol lakik, Pesten vagy vidéken? Déli pályázatban. Akkor Budán lakik, nem is Pesten. Igen. Mester, milyen utcában? Isten egy jó út vagy? Nem, a Márvány. Alkotás utcában. Alkotás, jó van. Alkotás utcában. Ismerem a környéket, én voltam postás is régen, igen? A 70-es években, csomagkézbesítő barkasszal jártam, és az benne volt a járatomban az is. Igen, valakitől azt hallottam, hogy itt temető volt régen. Én is hallottam, a Böszörményi útnál hallottam, tudja, igen, a följel. Igen, Böszörményi út és fönn. Az Alkotás utca. De én azt hallottam, a zsidó temető volt, én azt hallottam. Hát azt nem tudom, mindegy, de hallottam, és mindegy, hogy ezért vannak ilyen sok problémák, mert nagyon sokan, ez egy jó nagy lakótelep, 330 albetétel, és aztán hát itt rengeteg ilyen hasonló beteg van, mint én vagyok. Hát ismerem, mondom azt is, ami ott van. Na jó, annyi mindent csináltam. Most pillanatnyilag tudnak csinálni valamit? Pillanatnyilag, igen. Na, hogy pillanatnyilag magára... Holnap egy kicsikét észnél legyek. Magára koncentrálok pillanatnyilag, jó? Jó. Na megnézem, hogy szellemeset tetszik lenni. Jaj, az feltétlenül. Átkos, meg, megátkoztak-e? Van minden van, amit csak akar. Minden van? Minden van. Hú, akkor már nem sokáig élek. De, hogy is nem sokáig nem. Él. De azt mondták, hogy 100 éves koromban még itt akarnak köszönteni engem. Képzelje, lehet, hogy 100 éves korában a férje lelövi féltékenységből. Nem, addig nem fog élni, mert nagyon beteg. Nagyon beteg? Hát akkor valaki más fogja nagyon a féltékenységet. Nagyon beteg, van neki arcszeme betegsége, meg egyik más. Az nagyon rossz, az mindig meg csak rosszabb. Meg a szívével is, úgyhogy szóval... Az csak rosszabb nem fog már előni, és már pisztolya sincsen, mert az Antal miniszterelnök úr idején összeszedték. Igen, úgyhogy, hát, ezt nem szó szerint kell venni, ez a vicc volt, tudja ezt. Na jó, hát én meg szó szerint válaszoltam. Jó, értettem. Úgyhogy most, amit tudna, akkor segítsen, mert holnap nagyon észni kell lennem délelőtt. Na, azért megvizsgálom, központi idegrendszere 10-20% van, mennyi vért kap a feje, 10-20-30, lábúja 10-20-30, immunrendszer 5, ha nem nézem tovább, hanem kezelem, jó? Jó. Figyeljen magára, kedves, csukja be a szemét. Lábát a földre teszi, leföldeli magát, ugorjon ki a papucsból, és figyelje a habtestét, jó? Jó, figyelem. Jó.
Na, kedves hölgyem, hogy van? Hát köszönöm, sokkal könnyebben vagyok, megmondom őszintén, nem érzek sem eleget, se ideget, de úgy érzem, mintha messzebb volna a fájdalom. Tihanyi úr, van rajta az átkot, levettem. Levettem. Rutin dolog ez, persze. Jaj, akkor nagyon jó, mert nagyon sok jó akarom van. Hát mit csinál, hogy annyira szeretik magát? Hát nem fogadok szót nekik. Nem. Megyek a saját fejem után, de józanul. Hát. Következetesen, mert már megcsodálták azt, hogy ebben a korban, 80 éven túl, hogy ennyire józan következetes vagyok, és tudom, hogy mit akarok. Na hát nem tudom, hát örülök neki. Na, sokan ezt nem tudják elviselni ebben a korban. Nekem mondja, hát én, ha valaki kap támadásokat, én mindig kapok, úgyhogy. Na, hát én hasonlóképpen vagyok, úgyhogy Amikor azt hiszem, hogy valaki jót akar, akkor is tudom, hogy belsőleg nem azt gondolja. Hát így van. Hanem pont az ellenkezőjét. Úgyhogy Tihanyi úr, nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó éjszakát kívánok. Magának is. Nagyon jó erőt, egészséget. Csókolom a kezét. Minden jót. Megkérem a kollégát, ne kapcsoljon be, már nyilván nem is akarna bekapcsolni, mert lejárt az időnk, teljesen lejárt. Nincsen már időm energiát se adni. Mert lejárt az idő, nem vettem észre valahogy, nem kellett volna már befogadnom aki most jött legutoljára, de nagyon kedves, aranyos hölgy volt, örülök, hogy beszéltem vele. Majd legközelebb bepótolom az energiadást, a következő héten, egy hét múlva megint találkozunk ügyeit, és lehet kérdezni tőlem, mi meg valamilyen témakörről fogok beszélni, és nagyon várom önöket jövő héten is, meg máskor is, meg mindig, hétfőn este 9 órakor, és mindenkinek a létező legjobbat kívánom, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.